A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából március 13-án ünnepi közgyűlés szervezett. A Nagy Dezső Művelődési Házban helyet foglaló megemlékezőket Olá Krisztián, a város polgármestere üdvözölte, aki beszédében kiemelte, hogy súlya van annak, hogy Cigándon tartják az ünnepi közgyűlést. Hozzátette, fontosak ezek az események, hiszen ilyenkor a település apraja nagyja bemutatkozik a megyei intézmények vezetőinek. Ezután Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke lépett a mikrofonhoz, aki a márciusi ifjak tetteit méltatta. Petőfi Sándor, Jókai Morcsodát tettek a hazával, hiszen legyőzték az abszolutizmust. Az elnök kitért arra is, hogy egyedi dolog történt hazánkban, hiszen egy nap alatt kivívták a sajtó szabadságát és Magyarország függetlenségét. Elhangzott az is, hogy az első felelős kormányban Kossuth Lajos pénzügyminiszter, még Szemere Bertalan belügyminiszter lett, akik sokat tettek azért, hogy a semmiből egy élhető országot teremtsenek. Török Dezső hangsúlyozta azt, hogy ma már nem kardokkal és fegyverekkel kell harcolni a szabadságért, hanem a politikai szintereken folyik a csatározás. A továbbiakban Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. A szónok John Fitzgerald Kennedy idézettel kezdte a megemlékezését. Ne azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a hazád, hanem azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért. Az országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a szabadság kivívásának ára van, nem adják ingyen, nagyon sokat kell tenni ezért az értékért. A 48-as ifjak megvédték azt, ami nekik fontos volt, vagyis a szabadságvágyukat. Petőfi Sándor Talpra Magyar című versét is példaként említette az országgyűlési képviselő, hiszen ahhoz, hogy az akkori emberek elérjék céljaikat, először talpra kellett állítani őket. Hörcsik Rihárd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősíteni kell nemzetünket, kis közösségeinket, nemzeti függetlenségünkért pedig fel kell venni a harcot még ma is. Ezután a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói adtak versekkel és dalokkal színesített műsort, amelyben a vérrel teli időszakot idézték fel. A műsor végén a polgármester Cigándért elismerő díjban részesítette Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselőt a városért végzett áldozatos munkájáért. Ezután Viga Gyula vehette át az alpolgármestertől a Kántor Mihály emlékplakettet. Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke pedig emléklap adományozásával köszönte meg a házigazda vendégszeretetét.